Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Pénteken már beszámoltunk róla, hogy megvan Székesfehérvár 2019-es évi költségvetése, hiszen elfogadta azt a képviselőtestület, mégpedig, hogyha konkrét számokat nézünk, akkor 17 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett. A fő összeg pedig meghaladja a 66 milliárd forintot, de hogy mi van a számok mögött, és mit kell tudni a költségvetésről, arról Székesfehérvár polgármesterét, Cserpakovics Andrást kérdezem, hiszen őt köszönhetjük itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, és én is köszöntök mindenkit, aki néz bennünket. Említettem ezt a 66 milliárd forintot, hogy ezt meghaladja ugye a bűcsének a fő összege, illetve hát azt minden évben el tudjuk mondani, hogy az adóbevétel, az iparüzési adóbevétel az folyamatosan rekordokat döntöget. Az idén is így volt ez? Igen, szerencsére így tudtuk megtervezni a 2019. évi költségvetést, hogy a 2018-as bevételek nem hogy teljesültek, hanem túlteljesültek. És azt gondolom, ez nagyon fontos, hiszen fontos a főösszeg, ami most több mint 66,4 milliárd forint, de ebben azért mindig van egy-két csalóka eleme, egy nagy beruházás nagyon meg tudja emelni, vagy éppen csökkenteni tud, ha éppen az befejeződik, de ami ennél sokkal fontosabb adat az a saját bevétel, és bizony ez most már 25 milliárd forint a 2019-es elfogadott költségvetésben, és ebből a két legnagyobb tétel az az iparüzési adó, illetve az építményadó bevétel, és ez az elmúlt években folyamatosan, és mondhatjuk, hogy elég nagy arányban növekedett, mindig 8-10-12%-kal nőtt az előző esztendőhöz képest. Nagyon leegyszerűsítjük, akkor ennyivel nőtt a fehérvári gazdaság, ami egyébként egy jóval magasabb növekedésű ütem, mint az egyébként szintén szépen növekvő egész magyar gazdaság által ismert adatok. Azt gondolom, hogy ez pozitív, és azért is pozitív, mert egyrészt ez nyilván magasabb foglalkoztatottsági szintet jelent, ami Európai Uniós összehasonlításban is most már egy nagyon-nagyon szép eredményt ért el, másodszorban pedig növeli az önkormányzat adóbevételeit úgy, hogy nem kell hozzá adót emelnünk, tehát nem azért emelkedik a bevétel, mert növeljük az adókat, hanem azért, mert nő a gazdaság, ez azt gondolom, hogy fenntartható és egészséges modell, és ez teszi lehetővé egyrészt azt, hogy magánszemélynek Fehérváron ebben az esztendőben se kelljen helyi adót fizetni, másodszorban pedig azt, hogy akár a működés stabil a város tekintetében, akár pedig fejlesztésekre is beszélni fogunk róla, nagyon szép összegek jutnak 2019-ben is. Lesz még egy fontos dátum áprilisban, hiszen akkor lesz zárszámadás. Ez mi az, amit még hozhat, hogy változtathat? Ugye ez az időpont, amikor lezárjuk gyakorlatilag az előző esztendő gazdálkodását, ebben az esetben a 2018-as évet, ami ugye naptárilag lezárult december 31-én éjfélkor, de pénzügyileg a város vonatkozásában ez majd áprilisban a zárszámadás elfogadásával fog megtörténni, és bízom benne, hogy ez egy olyan egyenleget fog mutatni, ami még a mostani elfogadott költségvetésben szereplő 18-as adatokhoz képest is kedvezőbb. Ez azért is fontos lenne, mert ez akkor egy plusz pénzügyi lehetőséget adna akár működési, akár fejlesztési feladatok elvégzésére. Mindig fontos az, hogy az emberek tudják, hogy mi van a számok mögött is, mi az, amit mondjuk ők a saját életükben is megtapasztalhatnak. Gondolok itt a fejlesztésekre, vagy egyéb ilyen jellegű dolgokra. A költségvetés az így egy nagyon unalmas szónak tűnik, de valójában gyakorlatilag a város éves működését és fejlesztését takarja. Nincsen olyan döntése az önkormányzatnak, amely ha a pénzügyi kihatással jár, akkor ne a költségvetésből lenne levezethető. Tehát ezért fontos ez az alapdokumentum, hiszen ez határozza meg azokat a pénzügyi kereteket, amelyből és amely keretein belül az önkormányzat az adott esztendőben gazdálkodik. Tehát nincsen olyan intézmény, nincsen olyan fejlesztés, nincsen olyan városrészi munka, nincsen üzemeltetési feladat, aminek ne lenne valamilyen költségvetési lába. Nem véletlenül ez egy nagyon vaskos dokumentum egyébként, rendelettel, számos határozattal kiegészítve. Az élet minden területére hat, ezért nincs olyan fehérvári, aki ezzel valamilyen módon ne találkozna, még akkor is, hogyha ez nyilván nem kell, hogy az emberekben egy tudatos dolog lenne, hogy na ez most akkor a város költségvetésével függött össze, de talán jó tudni, hogy az év során van egy ilyen alapvetően fontos rendelet azt kiegészítő határozatokkal együtt, és valóban igaz, hogy az élet minden területén bízom benne, hogy ez a költségvetés valamilyen előrelépést fog jelenteni. Nem véletlen az sem,
hogyha a működési költségvetési elemeit nézzük az idején elfogadott büdzsének, akkor mindegy 30 milliárd forintot költünk működésre, városüzemeltetésre, intézmények működtetésére, fenntartására, és ezen belül akár az egészségügy, akár a szociális, akár az oktatási vagy a kulturális területen, mindegy területenként 10%-os növekmény van a 2018-as esztendőhöz képest. Ez egyébként mindegyik terület esetében körülbelül 300 millió forint plusz forrást jelent, tehát ennyivel tudunk többet költeni az adott területen, mint költöttünk 2018-ban, ami egyébként szintén egy folyamatos növekedést eredményez, és én bízom benne, hogy ezt nagyon-nagyon sokan érzékelik is a város mindennapjaiban. És amit azt hiszem, hogy nagyon fontos kiemelnünk, hogy a város működése stabil, a pénzügyi költségvetési gazdálkodásunk stabil, és egyébként ezt nem csak a polgármester, aki az előterjesztője a költségvetésnek mondja, hanem még az ellenzéki kritikus hozzászólók is elismerték, hogy ez a költségvetés pénzügyi értelemben, működés vonatkozásában, városüzemeltetés tekintetében is nagyon stabil, és egyébként nagyon komoly fejlesztési összegeket tartalmaz. A fejlesztési összeg egyébként több mint 33 milliárd forint. Mindjárt jövünk a részletekkel, hogy pontosan miket tartalmaz a költségvetés, és mi az, ami mentén ugye a súlypontok alakultak, de hogyha már említettük ugye a kritikai hangnemet, meg a kritikus megfogalmazásokat, akkor nézzük az első ilyen kis összeállításunkat. Horváth Tancsa Ágnes tartózkodott az idei költségvetés megszavazásánál. Úgy fogalmazott, hogy sok pillanatnyi problémára választ ad a büdzsé, azonban a távlati problémák kezelésére nem ad válaszokat. Nézzük Horváth Tancsa Ágnes véleményét tehát. Ami miatt tartózkodtam a megszavazásának a költségvetésre, hogy vannak olyan problémák, amik országos jellegű problémák, ilyenek a tanárhiány, az óvónő hiánya, az orvosok előregedése. Ezek mindmond olyan kérdések, amik egy-két éven belül jelentősen fogják érinteni Székesfehérvárt is, és problémát fognak okozni. És nem látok olyan programpontot, olyan költségvetési pontot, ami ezeknek a megoldása felé próbálna elmozdulni. Nyilván nem mi fogjuk megoldani önkormányzati szinten, de a város mindig is innovatív megoldásokat talált az ilyen országos jelentőségű problémákra is. Én azt gondolom, hogy ebben is kellene efelé lépnünk. A másik az a közlekedés kérdése. Nagyon régóta mondom, hogy ha nem is azonnal kellene átvennünk a közlekedést a KNK-tól és saját vállalatban gondolkodnunk, de lépéseket kellene tennünk afelé, hogy felmérjük, hogy ezek valóban milyen költséggel járnának, hogy ezt be tudja vállalni a város, és ez irányú törekvés sem található ebben a költségvetésben. Most hát akkor ez volt tehát Horváth Tancsa Ágnes véleménye. Én azt gondolom, hogy sok olyan kérdést vetett föl képviselő asszony, ami valódi kérdés, és azzal az egy részével vitatkoznék, hogy azt mondta, hogy nem mi fogjuk a problémákat megoldani, de egyrészt a mi dolgunk megoldani, és ahogy eddig megoldottuk, ezután is ezt meg fogjuk tenni. Az említett kérdéskörökre egyébként több esetben van már válasza az önkormányzatnak, szerintem kifejezetten innovatív válasz született, akár ebben a költségvetésben, akár egyéb dokumentumokban, hiszen nyilván számos olyan elfogadott koncepciója, stratégiája van az önkormányzatnak, ami a költségvetésen is túlmutat, hiszen nem egy évről szól mind a költségvetés, hanem több esztendőről. Az említett kérdéskörök is ezek közé tartoznak. Van, ami abból állami feladat, mondjuk a tanárkérdés, a pedagógus kérdésnek az az eleme, hiszen az állam működtet és tart fönn most oktatási rendszert, és van mellette olyan feladat, amit mondott, akár az alapellátás az egészségügyben, a házi orvosok tekintetében, bár idén is merültek föl ilyen problémák, és ezeket egyébként közösen a házi orvosokkal meg tudtuk oldani, így lesz ez majd 2019-ben, vagy éppen 20-ban is, és nyilván az óvónő képzés vonatkozásában is voltak problémák, és vannak problémafelvetések, sőt önkormányzatunk kifejezetten javaslatokkal is élt már a szakminisztérium irányába, ezen kérdések megoldása tekintetében, de én úgy gondolom, hogy nekünk nyilván nem az a dolgunk városvezetőként, hogy egy-egy nyilatkozatban mondjunk valamit egy-egy témáról, hanem hogy ott folyamatosan dolgozva egyébként az állammal keressük a közös megoldások lehetőségét, így lesz ezen területek vonatkozásában is. Ami pedig a közösségi közlekedést
illeti. Szerintem egy valós felvetés ez is. Pontosan tudjuk, hogy önmagában a közlekedés az egyik legnagyobb kihívás a város előtt, azt gondolom, hogy a következő 1-2 évtizedben, hozzátéve, hogy ez nem csak Fehérvár előtt azt gondolom, hogy egy nagy kihívás, hanem minden fejlődő európai város előtt, kisebb és nagyobb városok egyaránt küzdenek ezekkel a kérdésekkel, hiszen folyamatosan nő és nagy arányban a gépjárműszám. Az utazóközönség Fehérvár esetében ráadásul ugye több mint 31, majdnem 32 ezer ingázó munkavállalóról is szó van, plusz azok az iskolások vagy szolgáltatásért Fehérvárra érkezők, mind-mind autóval, autóbusszal, vonattal közlekednek. Ezeket a közlekedési formákat tehát össze kell tudnunk hangolni. Számos elemet tartalmaz a költségvetés ebben a vonatkozásban is, és a közösségi közlekedésnél is így van ez. Hozzátéve, hogy nem az a kérdés, hogy egy állami vállalat, egy magánvállalat, vagy az önkormányzat vállalata látja el a helyi közösségi közlekedésnél a szolgáltató szerepét, hanem sokkal inkább az, hogy milyen források állnak rendelkezésre, hogy eszközt tudjunk beszerezni, magyarul autóbuszt, másodszorban pedig, hogy lesz-e rajtuk sofőr. Ez a fő kérdés, nem az, hogy most KNKK, Alba Volán, vagy egyébként az önkormányzati cég. Egyébként azok a városok, Debrecen például, vagy Pécs, akik saját közlekedési vállalatokkal dolgoznak, vagy éppen Szeged, azoknak a zöme egyébként nagyon szívesen szeretné ezt átadni az államnak. Tehát látszik, hogy nem ez dönt ilyen... Ez egy veszteség. Ez egy nagyon veszteség. A mi esetünkben is azért mindegy 700 millió forintot kell ebben az évben az önkormányzatnak ebbe a közösségi közlekedésbe is beletenni annak érdekében, hogy ez a jelenlegi színvonalán működni tudjon. Mondjuk az a egyébként nekem nagyon tetsző Icarus elektromos busz, amelyiket most már látunk, a tévé is feldolgozta itt a város útjain, hiszen most már elkezdődött a próbaüzeme, az engedélyeztetési folyamata, a 150-170 millió forintnál kezdődik egy darab busz. Fehérvár busz közlekedését kb. 65 eszközzel lehet ellátni. Mindenki a felszorozza, akkor látja, és azt gondolom, hogy könnyen belátja, hogy önmagában az önkormányzatnak nem lesz ereje arra, hogy a buszparkot le tudja cserélni. Mire van szükség? Pályázati forrásra. Ki tud ilyen pályázatot kiírni? Részben az Európai Unió, részben pedig a magyar állam. Mi azért lobbizunk, azon dolgozunk, az Innovációs Minisztériummal közösen, hogy legyen ilyen pályázati lehetőség, és a város akár elektromos, akár gázüzemű buszt közbeszerzési eljárás keretében egyébként meg tudjon vásárolni. Ha erre lesz lehetőség, akkor azt nagy valószínűséggel maga az önkormányzat fogja megtenni. Hozzátéve, hogy ez egészen biztos, hogy egy komoly önerőt kell majd az önkormányzatnak biztosítani, és hogyha ez az önerő csak 5 vagy 10%, az ezeknél az összegeknél is egy nagyon-nagyon komoly forrást fog igényelni adott esztendőkben a város részéről, de ezt meg kell tennünk ugyanúgy, mint azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodnunk az iskolabuszjáratokon és ezeknek a kérdéskörén, de még egyszer nem az a kérdés igazán, hogy kivégzi a szolgáltatást, hanem hogy a megrendelő, azaz ebben az esetben az önkormányzat rendelkezik-e olyan forrásokkal, amivel alapvetően egy modern, új eszközparkot lehet beszerezni, és ezzel párhuzamosan kell folytatni azt a munkát, ami pedig majd az intermodális közösségi közlekedési központ belépésével egy teljesen átalakuló hálózatot fog jelenteni, de ezt addig nem érdemes megtennünk, ameddig egyébként ennek az egyik legfontosabb eleme, azaz a buszállomás egy része nem tud a vasútállomás elé, mellé, illetve részben mögé költözni. Tehát mi többször elmondtuk, mindenféle felméréssel rendelkezünk már, adatokkal rendelkezünk, hálózati tervek egyébként készültek. Ha ez eszközt tudunk beszerezni, akkor úgy gondolom, hogy a következő években az egyik legnagyobb előrelépés az éppen a közösségi közlekedésben fog tudni megtörténni, és azt hiszem, hogy alapvetően a fehérváriakat ez joggal érdekli és érinti. Azért nem elfelejtve, hogy nyilván képviselő asszony szavazatával támogathatta volna a közösségi közlekedésnek azt az elemét is, hogy különösen azért, mert ezzel is köszönetet szerettünk volna mondani az előző év gazdasági teljesítményéért azoknak a munkavállalóknak, akik nap mint nap az ipari centrumokban dolgoznak, hogy számukra az adott hónap, valószínűleg ez április lesz, havi teljesárú bérletének az árát elfelezzük, a felét tehát helyettük az önkormányzat fogja kifizetni. Én magam egyébként arra is kíváncsi vagyok, hogy ebben a hónapban többen fognak-e bérletet vásárolni, mint egyéb hónapokban, és mindenki, aki támogatta a költségvetést, az támogatta azt, hogy érdemi lépések történjenek a közösségi közlekedésben.
Aztán ugye most is említettük a pályázati forrásokat, a támogatásokról már szót ejtettünk a műsor elején is. Hogyha az arányszámokat megnézzük, akkor ott volt egy roppant érdekes megosztás, ugye 70% az állami támogatások aránya, 20%, hogyha jól emlékszem, az önkormányzati források aránya, és 10% az uniós források aránya. Hogyha jól emlékszem, akkor ez ilyen érdekes arányban alakult. Igen, 33,3 milliárd forint az a fejlesztési összeg, ami az idei költségvetés szerepel. Ezt döntötte el a közgyűlés, és támogatta az a 17 képviselő, aki a költségvetést is támogatta, és ezekből a fejlesztésekből mindegy azoknak a 70%-át állami forrásból tudjuk finanszírozni, 20%-át az önkormányzat a saját bevételeiből, előbb beszéltünk a helyi adóbevételekről, és mindegy 10%-a érkezik Európai Uniós forrásból. Én úgy gondolom, hogy mindegyikre szükségünk van. Tehát én mesterségesnek érzem azt az összehasonlítást, ki erre, ki arra hegyez nagyobb hangsúlyt, és azt mondja, hogy mert ez a város ezért, vagy azért, vagy amazért fejlődik. Nem, ez a város azért fejlődik, mert egyrészt az itt dolgozók ezért mindent megtesznek, és minden segítséget, támogatást a munkájukon keresztül, a vállalkozásokon keresztül biztosítanak, másrészt pedig ehhez tudunk külső forrásokat hozni, az ebben az esztendőben jelentős mértékben állami forrás lesz, de én ennek a 10% Európai Uniós forrásnak is örülök. Persze örülnék, hogyha ennél a következő években majd több érkezne onnan is Fehérvár fejlesztésére. Nyilván ebben benne van a Modern Városok program, benne van az Árpádház program, és benne vannak egyedi támogatások is. Ugyanúgy, mint ahogy az önerős fejlesztések is az élet minden területére kiterjednek, legyenek azok intézményi felújítások, nagyon nagy ilyen lépések fognak történni, például az óvodák vonatkozásában, rendelőintézetek tekintetében, de ugyanúgy adunk pénzt egyébként oktatási intézmények felújításához, független attól, hogy ott egyébként az állam a működtető és a fenntartó kulturális intézményekhez is nyújtunk fejlesztési forrásokat és támogatásokat is. Kórháznak biztosítunk egy 100 millió forintot jelentősen meghaladó fejlesztési támogatást, illetve itt éltünk az államfele egy kezdeményezéssel, hiszen van egy nagyon rossz központi légkondicionáló berendezése a kórháznak. Ezt mindegy 250-300 millió forintból lehetne cserélni, ez a város is kész lenne egy 50 millió forintos támogatást adni, és én bízom benne, hogy az állam pedig biztosítja a forrásnak a nagyobb részét, erre egyébként Gulyás miniszter úrral tárgyalva azt gondolom, hogy van is komoly esélyünk. Ez például egy konkrét eszközfejlesztés, de ez hat a ott dolgozókra, hat a betegekre, és hat az őket látogatókra egyaránt. Tehát nagyon-nagyon sok rétű az a fejlesztés, ami ebben a programban szerepel, és hát nagyon nagy úti járda, parkoló felújítás és közterület kialakítás, hiszen ebből mindegy 1,5 milliárd forintot Sára programon keresztül, ugye a Városgondnokságon keresztül, valamennyi városrészt érintően fogunk elkölteni, és hát vannak kiemelt nagy beruházások, részben uniós forrásból, mint a Berényi út, vagy részben saját forrásból, mint mondjuk a fiskális, vagy éppen a vásárhelyi utak felújítása. Folytatjuk még a felújításokkal, illetve a nagyobb beruházásokkal, viszont, hogy azt említettük, ugye két nem szavazat is volt a költségvetés elfogadásakor, Márton Rolandot kérdeztük meg, hogy miért nem támogatta a költségvetés elfogadását. Az elmúlt három évben 16-17 milliárd forintot vett ki az Orbán kormány Székesfehérvár büdzséjéből. Ennek ellenére a rendkívül nagy saját adóbevétel miatt van mozgástere a városnak, tartalékot is tudunk képezni. A mi érték problémánk a költségvetéssel az, hogy a város vezetése rosszul azonosítja a fehérváriak életminőség előtt álló kihívásokat. Nem a közlekedés javítására és a káosz felszámolására, nem az egészségügy helyzetének a javítására, nem az oktatási nevelési intézményeink infrastruktúrájára és az ott dolgozó nevelők béreinek fejlesztésére, nem a fehérvári fiatalok lakhatási válságának a megoldására fordítja ezeket a meglevő forrásokat, hanem propagandára, rendezvényekre, minden hétre jut töménytelen mennyiségű rendezvény milliárdos összegekért, professzionális sporttámogatásokra és a professzionális sport infrastruktúrának több száz millió forintos fenntartására fordítja a forrásokat. Én ezt szociáldemokrataként nem tudom támogatni, teljesen más költségvetést raknánk össze, ezeket a forrásokat felhasználva meg lehetne oldani a városban a közlekedési káoszt,
diagnosztikai központot lehetne kisegítő jelleggel a fehérváriak rendelkezésére bocsátani, ami rövid, egyhetes határidővel a kardiovaszkuláris és a bélrendszeri, vagy a rákos megbetegedések gyanúja esetén azonnali diagnózist tudna adni minden fehérvárinak. Az oktatási nevelési intézmények esetében a bölcsődei, óvodai ellátás az még mindig városi feladat. Megkérdezem a fehérváriakat, hogy szerintük látszik-e a piac vezető a saját adóbevétel mennyisége ezeken az intézményeken, és látszik-e az ott dolgozó fehérvári alkalmazottak fizetésén ez a hatalmas adóbevétel, mert nem látszik. Ugyanígy a fehérvári fiatalok elvándorlásának két fő oka van, az alacsony fizetések mellett a rendkívül drága lakhatás. Ma már 500 ezer forint a négyzetmétere a lakótelepi lakásoknak, ez elérhetetlen egy fehérvári fiatal számára, ezért elengedhetetlen lenne, hogy a város beavatkozzon, és bérlakás építéssel segítse a fehérvári fiatalokat. Ez sem történik meg. Nos, ez volt tehát a szocialista képviselő véleménye a költségvetésről. Mielőtt erre a véleményre legalábbis egy-két elemre kitérnék, azért azt szeretném összességében elmondani, hogy úgy gondolom, hogy aki látta, hallotta a költségvetési vitát, az megállapíthatja, hogy alapvetően egy különösen egy választási esztendő is van, hiszen két választást is lebonyolítanak ebben az esztendőben. Mégiscsak egy nagyon nyugodt, hangvételű, korrekt, személyeskedéstől mentes vitát lát szemben. Sajnos a Facebookon megjelenő kommentárokkal azt gondolom, hogy ez mégiscsak pozitívum, és ez természetesen az ellenzéki képviselőknek is érdemes megköszönni, ezt meg is teszem. És hát azért volt egy-két árulókodó mondat már magában a közgyűlési vitában is, hiszen képviselő úr egyértelműen ezt egy stabil, biztonságos, nagy fejlesztéseket tartalmazó költségvetésnek tekintette. Én kimerem jelenteni, hogyha egyébként nem lennének budapesti pártközpontok és azoknak utasításai, akkor ugyanúgy, mint korábban többször ezt a költségvetést is megszavazták volna az ellenzéki képviselőtársak. Őnek kell eldönteni, hogy pártközpontokat vagy a várost képviselnek, mi továbbra is a várost szeretnénk képviselni, és ebben kérünk mindenkit, pártállástól függetlenül, hogy legyen a partnerünk. 17 képviselő ezt megtette, ők vállalták a felelősséget, nekik köszönhető az, hogy ez a stabil működés, nekik köszönhető a tartalék, nekik köszönhető az összes fejlesztés, ami 2019-ben megvalósul, nekik köszönhető a kórház fejlesztése és annak támogatása, a közlekedés fejlesztése, a közösségi közlekedés működtetése, és mindegy 1 milliárd forint összegben béremelés is, amit ez a költségvetés egyébként tartalmaz. Aki nemmel szavazott, az értelemszerűen ezekre is nemmel szavazott, magyarul nemmel szavazott arra, hogy Fehérvár fejlődjön 2019-ben. Én bízom benne, hogy nem csak én, hanem a fehérváriak döntő többsége is azt várja el tőlünk, hogy igenis 2019-ben is azt a növekedést és azt a fejlesztés politikát folytassuk, amit az elmúlt években megkezdtünk, és amire többször most már a fehérváriak támogatásukat adták, és számunkra a bizalmat. És csak egyetlen egy elem, hogy úgy fogalmazott képviselő, hogy tartalékot képeztünk. Hát képeztek azok, akik megszavazták a költségvetést. Viszont volt ennek a városnak azért történelmi előzményeként olyan időszaka is, amikor nemhogy tartaléka nem volt Székesfehérvárnak, hanem egy óriási hitel és adósságállománya volt. Amikor 2010-ben átvettük a város irányítását, vezetését, akkor a kamatokkal, költségekkel, tőkeösszeggel együtt 18,5 milliárd forint volt nem a tartaléka, hanem a hiánya, az adósságállománya Székesfehérvárnak. És azt gondolom, hogy ezt nem kellene ezt az utat még egyszer végigjárni, mert ezt az adósságot részben gazdálkodási fegyelemmel, részben pedig az állam segítségével a magyar állam átvállalta Székesfehérvártól, és gyakorlatilag rendezte, és ezáltal lehetővé tette, hogy ne legyen a városnak hitelállománya. Amit itt képviselő úr elmondott, az egy pár 10 milliárd forintos tétel per év, de azt elfelejtette hozzátenni, hogy mi lenne ennek a másik oldalon a fedezete. Egy ellenzéki politikus, bár szerintem nem helyeslem, de talán lehet felelőtlen. A polgármester és a közgyűlési többség nem lehet felelőtlen. Mi azt a pénzt tudjuk elkölteni a lehető leghatékonyabban, fenntartható módon gondolva a város jövőjére, ami egyébként rendelkezésre áll. Így tettünk ebben a költségvetésben, amit azt gondolom, hogy jól mutat, hogy a pénzügyi és költségvetési bizottság egyébként ellenzéki elnöke volt, aki talán legpozitívabban nyilatkozott erről a költségvetésről, és maga elmondta, hogy mindegy 3 évtizedet képviselői tapasztalatából fogva mondja azt, hogy ez a költségvetés nemhogy vállalható, hanem kifejezetten biztonságos, stabil a város fejlődését és az itt élőket szolgáló jó költségvetés. Nyilván nem hibátlan költségvetés, de azt gondolom, hogy egy jó költségvetés az, amit a közgyűlés elfogadott. Én bízom benne, hogy mindenki
azért szurkol, hogy ezt a költségvetést végre tudjuk hajtani, és Székesfehérvár 2019-ben is úgy fejlődjön, legalább úgy fejlődjön, mint az előző esztendőkben. Én köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is számítunk majd itt a figyelmükre a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!